csillagászok a napkorát 5 milliárd évre becsülik. Pál is ezt mondja. A magyarok istenére. Ilyen csoki faszali nem játszom. Ilyenkor viszont valamiért nagyon jól érzem magam mindig. Ez kéne, hogy legyen a nemzeti minimum. 250 ezer! Két nap alatt, nem két hét alatt! Amikor túl sok pozitív jön és nincs negatív, akkor már azt érzem, hogy összes haverom fel akar szolgálni. Szerintem még egy olyan jó 15 év, és akkor már egész elviselhető leszel. Stigmatikus, hogyha valaki pszichológushoz megy, vagy pszichiáterhez. Hát nyilván nem vallja be senki, tudod, hogy megköcsögölték. Minden csak a megvilágosodás érdekében történik. És a seggüket mutogatták a fiatalok. Lehet racionálisan ezt gyógyítani? Van egy elméterünk, amivel gyakorlatilag mérni tudja azokat az eltávozó feszültségeket. Fantomműtéteket csinálni. Makizni? Hát... Tették neked, hogy máshol... Számos bajom az országgal, az igazából számtalan. Ne focisták határozzák meg a magyar kultúrát. Az is lehet, hogy még a hűségről is szó, meg a becsületességről is szó lesz. Sopjál, Deci! Sopjál, Deci! Sopjál, Deci! Sopjál, Deci! Most kezdődik a magyar filmművészet. Imádom a popcornt. Nem beszél mellé, és mindig. Tehát tényleg önálló gondolattal rendelkezik. Hát bevallom őszintén, elég sokszor én vagyok a kis ördög. Válogasd hát meg a szavaid, ó pasas! És leszopja ingyen a faszodat! Hogy lehet kevéssel sokat mondani? A guánó, a madárszor. Olyan mézillat van mindennek, ami körülötte van, hogy ez ami hihetetlen. Tehát ez már vastagon a gics. És szürke nadrágba jött. Attila, ne tegyél ilyet! Hát hogyan engednek be így? Fekete nadrág, fekete nadrág. Fúj, te marhasok, színes kép van, álljunk meg, forgassuk így. Te ez a Marci nagyon elszállt. Rengeteg pénzt akarnak adni ingyen. Ön meg tudna élni a gyerekeivel, a családjával 47 ezer forintból. 2015-re már megkétszerezzük a Balaton területét. Szét fog rothadni. Szét fog rothadni. Képes vagyok, azt hiszem, talán tovább gondolkozni a dolgon. Ennyien lazábban lehet szerintem gondolkozni bizonyos dolgokról. Ó, de király vagyok. Napi jó szórakozás. Jó ez a csaj. Műsorvezető akartam lenni mindig, tehát tévés. Én nem értek senkit. Legkevésbé a nőket. Még mindig szingli vagyok, és az is szeretnék maradni egy ideig. Nem vagyok boldog, és nem is hiszek a boldogságban, és nincs is boldogság. Miért kell arra a tréning, hogy kell megismerkedni? Mert az egy más élmény. El akarják hallgattatni az igazságot. Mert minden jó magyar filmben, minden tisztességesen megírt magyar filmben a hősünk most is eléri a tengert, és innen a földközi tengerből, Kamp partjairól kívánok a magyar filmnek felvirágzást, békét a világnak, és azt, hogy testvérként omolhassunk egymás vállára. És még ilyesmiket kívánok, na ennyi.